Na, Meki, beszélgetünk négy tételben, hogy zenélyek legyünk. Voltál te énekkaros? Általános iskolás korodban? Nem. Na, elmesélem az én énekkaros történetem, bár nem erre kíváncsi senki, de olyan érdekes, hogy muszáj elmondanom. Ötödikes voltam, amikor nagy büszkén az iskolában, a feleségem már rövő, ismeri a történetet, hogy ki akar énekkarba jelentkezni? Ó, hát én természetesen jelentkeztem, hiszen én telipofával énekeltem. Igaz, hogy a mellettünk lakó zenei tanárt, zenetanárt többször elvitték a kórházba a helyvenyi kottamérgezés gyanújával. Anyám megkérdezte, hogy te énekaros? Igen, én. Na, elmentem este az énekari próbára, elkezdtünk egy dalt, a zenetanár pedig látom, ilyetten rohangál a pacsorok között, akkor odaért hozzám, takarodj innen! Ennyi volt az énekar. Látod, te ettől megszabadultál. Nem, én ezt fordítva csináltam, mert ha valami órát, én baromira szerettem általában a matematikát, fizikát, kémiát, ezeket a természettudományokat, de valahogy az ének óra nekem az a három varjú kaszál a, fa, a mit tudom én, part alatt. Elénekled nekünk most? Nem, hogy énekled. Nem, ez valószínű annak köszönhető, hogy olyan 6 éves lehettem, amikor a szüleim először elvittek az operaházba, mert ők nagy opera rajongók voltak, és hát pechre egy Verdi trubadurra, ami egy csodálatos, tragikus történet, és hát fantasztikus zenével, és onnan úgy le voltam nyűgözve, hogy az elkövetkező években engem máshova nem lehetett zenei dologra vinni, csak operába. Úgyhogy a Verdit én körülbelül a 10 éves koromra már ki is végeztem. Ki jött utána? Hát az volt a legnagyobb hatás, mert egy idő után már zavart az, hogy az operába még azt is, hogy igen, miért kell mindent énekelni? Tehát azért már egy kicsit zavart. Gyönyörűek ezek a Verdik, de aztán utána, amikor a Verdi lement, és jött a Mascagni, Puccini, meg minden, az már nekem ugye annyira azért már nem volt rendben, és mondom, irritált már az, hogy mindent énekelnek, és akkor édesanyám elvitt a Zeneakadémiára egy Liszt Ferenc Léprelőd koncertre. Na most egy héten keresztül nem ment ki a fejemből, annyira ott ragadt, és hát azóta is az van, hogy én őt tartom az egyik legnagyobb rockstárnak, mert ő már akkor tudta, hogy hogy kell előadni, meg zseniális zeneszerző, előadó és ember volt. Tehát valahogy ő volt az első nagy példakép. A gyerekkorod picit hátrányos helyzetben telt, hiszen a szüleid, nagyszüleid, ők jómódú emberek voltak, és azt a rendszer az nem igazán tudta díjazni. Például a nagyszüleidet ki is ebrudálták Magyarországra. Milyen volt gyereknek lenni abban az időben, abban a levegőben? Nézd, én nem tartom ezt olyan rossznak, hát egy világháború kellős közepén születtem. Hát most egy gyerek arra éled, hogy körülnéz Budapesten, és az a természetes, hogy minden háza porig le van dőlve, üszkös, koszos, fekete, szét van. Egy pici gyereknek azt hiszi, hogy ez a normális, tehát a természetes. Tehát ahhoz képest, ami utána úgy jött, már nem lövöldöztek, meg minden olyan nyugalmasnak tűnt. A szüleim és a nagyszüleim beszélgetéséből tudtam csak azt meg, hogy hát azért annyira nincs minden rendben, és ezt rögtön olyan, talán 4 éves voltam, amikor meg is tudtam, mert valóban a egész, hát a rokonságot gyakorlatilag kitelepítették, mert hát becsületes germán, sváb, szász, mit tudom, milyen származású vagyok, bár én inkább keltának örülnék, és hát azt úgy meg kellett nekem magyarázni, hogy ez miért van, hogy nincs már nagypapa, meg semmi. De a nagyon különösebben nem foglalkoztatott, mert még akkor is annyira kicsi voltam, hogy az volt a valószínű, hogy hát ez nyilván így természetes. Tehát, hogy ez az élet sora. Az iskolában, meg később, amikor már származás, amiről beszéltél, hát ott igen, előkerült az, hogy például a felvételiknél, meg ilyeneknél, de hát már jóval később, hogy hát akkor nagyon fontos volt a származás. És hát én nem voltam se bunkás, se paraszt, még csak értelmiségi se, hanem egyéb. Tehát egyéb. És akkor az úgy nem sok esélyt adott arra, hogy majd az egyetem, de hát végül is ez mégis sikerült, és azt hiszem ezt elsősorban a sportnak köszönhetem. Egyébként jó voltál. Mondok egy esetet, 1956-ban én Debrecenben éltem akkor még, és a Déri Múzeum mellett laktunk, és anyukám fogta a kis kezemet, és mentünk be 56-ban a városba, amikor már lőttek.
És én fölnéztem a Magyar Nemzeti Bank tetejére, és ott ilyen gépágyukat láttam, és tudjátok, hogy a kiskék, hú, apám, harcos, én, na hát itt lőnek, hú, milyen lesz ez. Na te hogy érted meg ezeket a napokat? Nem politikailag, hanem egyáltalán gyerekként. Nézd, hál' Istennek a politika az a mi életünkből mindig kimaradt, mert édesapámnak az volt a mázlia, hogy hát ő pont a világháború kitörésekor végezte az egyetemet. Hát az ő, hogy mondjam, munkássága nem nagyon érdekelt, közgazdász volt. Tehát közgazdasági egyetemen végzett, és később a minisztériumba helyezkedett el, meg a Nemzeti Bankba, és ott a szaktudása miatt elég magas pozícióba jutott el. Ezt elsősorban mostani ilyen bankárhaverjaimtól tudom, Csányi Sanyi vagy a többiek, hogy hát Kóbor János az nem te vagy nekünk, az az édesapád volt. És ez olyan jó érzés volt, hogy az öreg valamit tényleg biztos tudott, de az ő tevékenysége engem soha nem vonzott. Tehát én a pénzügy az nem érdekelt. Klasszikus zenei műveltségi erőéletedről már meséltél. Egy klasszikus zenei életen felnevelkedett gyereknek milyen volt a popzene? Furcsa, nem? Hát nézd, én a magyar tánczenét, tehát az 50-es évek tánczenéje az úgy hidegen hagyott, nem azért, nem érdekelt, tehát nem volt vele semmi bajom, csak nem érdekelt. Tehát az opera vagy a komoly zene mellett olyan jelentéklennek tűnt. Viszont 1957 karácsonyára, és ennek később is, ennek a kitelepítésnek nagyon sok pozitív oldala volt, mert nagyszüleim meg nagybátyámék rögtön átmentek a Kelet-Németországba, telepítették őket ki, de átmentek nyugatra. És 57 karácsonyára kaptam nagymámtól egy gyönyörű szép nagy lemezt. Itt még akkor azokat le se lehetett játszani, mert a mikrobarázdás lemezek még hát nem minden családban voltak lejátszhatók. De a Laux Józsiéknál volt egy lemezjátszó, és ott meghallgattam, és egyszerűen nem hittem a fülemnek. Nem Verdi, nem Liszt Ferenc, még csak nem is ő. Az volt ráírva, hogy Elvis Presley Golden Records. Na, onnantól kezdve egy kicsit gyanús lett a dolog, hogy biztos, hogy csak az opera, a szimfonikus zene, meg ezek a dolgok vannak. És hál' Istennek nagyon jó közeg volt. Akkor nyolcadikosok voltunk még csak, de a Laux-ba is volt egy ilyen indítatás, és hát később, amikor felvettek minket, átvettek minket a gimnáziumba, ott már eleve a gimnázium osztályba újra szerveződtünk, és gyakorlatilag már ott úgy valahogy bennünk volt az, hogy mi ezt a zenét valahogy nagyon fogjuk szeretni, és gyűjteni, és arra nem gondoltunk, hogy játszani is. Olvastam az újságban, én írtam, hogy a gimnáziumban a zenekar megalakult, és kisorsoltátok, hogy ki melyik hangszeren játszik majd. Hát az biztos, hogy ez előképzettségetek lehetett, gondolom. Neked a ritmusgitár jutott, bár tudom, hogy basszusgitáros szerettél volna lenni, hiszen ott kevesebb húr van, nem kell annyit dolgozni, de a ritmusgitár jutott neked, mikor a kezedbe fogtad a hatót, akkor gondolom furcsán néztél rá, nem? Nem az volt a baj, tulajdonképpen egyikünk se tanult semmilyen zenét. Azt tudtuk, mert addigra már azért összegyűjtöttünk egy pár ilyen lemezt, tehát a rock'n'rollt azt olyan csodának tekintettük. Azt nem is gondoltuk, hogy mi ezt komolyan akarjuk, csak magunknak akartunk egy ilyen kis hobbiként. És ez, erre az adott okot, hogy ez ilyen, hát talán 58-59 őszén lehetett, amikor az atlétikai edzéseknek, a szabadtéri edzéseknek vége volt, meg a versenyidénynek, és jött az a téli alapozó edzés, hát az rendkívül szórakoztató tőlünk. Na, mindegy. Nem voltunk nagyon oda a közeljövő örömeire, és akkor döntöttek úgy a Laux Józsi hatására, hogy ő már itt próbált ezekre a számokra úgy dobolni, ő biztos, hogy ha összehoznánk egy zenekart az osztályba, akkor ő mindenképp dobolni akarna. És akkor úgy néztük, hogy és milyen hangszer kell még ehhez, hogy zenekart alakítsunk. És tulajdonképpen megint a nagymamámnak köszönhetem, aki 59-ben küldött egy kis lemezt,
Hát úgy nem nagyon tudtam, mert a név ismeretlen volt akkor számomra, tehát nem Bill Haley volt, nem Elvis Presley volt, nem mit tudom én, Louis Prima, vagy a nagy amerikai sztárok, hanem egy olyan számomra ismeretlen, olyan velünk egykorú gyerek volt a címlapon, és mögöttem még hárman, vagy négyen. És akkor néztük, hogy hát ezek nem öregebbek sokkal, mint mi. Gombafejük volt? De hol voltak azok még? Nem. Cliff Richard és a Shadows. Na most föltettük, mert gyanakodtunk, hogy ezek nem amerikaiak, hogy a fenébe tudnak ilyen zenét akkor játszani, és teljesen le voltunk döbbenve, mert nagyon jól szólt, és úgy láttuk, hogy hát ezek, amikor elkezdhettek játszani, úgy láttuk, hogy egy-két évvel talán idősebbek, mint mi, de ők is tinédzserek voltak. Csak mi olyan 15-16, ők meg olyan 18 körüliek voltak. Tehát úgy magunkba gondoltuk, hogy még nem vagyunk elkésve. És akkor néztük, hogy ott három gitár meg egy dobos van, de azért mi nem bíztunk abba, hogy ez egy jó felállás, mert azért az amerikai rock and rollokban szaxofonos biztos, hogy volt, meg zongorista is általában. Na most, amiről te beszélsz, hogy basszusgitár, hát az még a, hogy mondjam, a jó sok fejébe se volt benne, mi még nagybőgőbe gondolkoztunk. Hát ilyen, a Bill Haley is azon játszott, de való igaz, a Shadows-nál már látunk egy ilyen furcsa, hosszú, hosszabb gitárt, és rögtön kiderítettük, hogy ez valószínű a basszust helyettesíti. És akkor ennek alapján úgy elkezdtük azt kiszámolni, hogy jó, hát akkor kellene egy ilyen mély hangszer, egy nagybőgő vagy basszusgitár, legalább egy, de mint angoloknál láttuk, hogy akár két gitár is, zongora mindenképpen, mert az az alaphangszer, és hát a rock'n'rollokban majdnem mindenben ott volt a szaxofon. Na most, hát nem volt egyszerű, főleg a zongorával voltunk bajban, és ott az hármasugró volt egyébként a Maftfog, amikor én gátfutó voltam. Mondtam, hogy figyelj, de te leszel a zongorista, mert láttam nálatok ott a sarokban van egy pianino. Hát úgy megnéztük, úgy kinyitottuk, hát a háború úgy megviselte, mert billentyű nem volt sok benne, de mégis a zongora külseje volt, tehát ő már látott zongorát. És erre gondoltuk, hogy na, akkor te fogsz zongorázni tanulni, és akkor maradt az, hogy szaxofon, gitár, nagybőgő, mert a laux az egyértelmű, hogy dobol. De azt azért énekóráról tudtuk is, mert azért ő neki még a három varjú is nehéz volt. Tehát a melodikus részével, a ritmikával teljesen rendben volt, de a melódia az nem ment neki. És akkor így elkezdtünk, és elkezdtük kifaragni magunknak ezeket a gitárokat, mert hát ilyen gitárokat nem is láttunk. Lehetett egy szovjet ilyen nagy darab. 7 húros? Nem, 6 húros volt. Olyan is volt? De hát ilyen ennyire voltak a húrok a fogólaptól, tehát nem igazán. Úgyhogy elkezdtük kifaragni a hangszereinket. A fizikából az egyértelmű volt, hogy a hangszedőket, az erősítők, meg ilyen, az nem volt probléma. Tehát azt tudtuk, hogy azt meg tudjuk csinálni. Hát akkor mindenkinek, mikor kiderült, hogy a Varsányi húzta ki az orrom elől a basszus. Tehát nekem csak... És mondtad csak... magadból, hogy basszus? Nem, én csak attól rettegtem, hogy ne az a rohadt szaxofon kerüljön, mert szaxofonozni az biztos, hogy én nem fogok tudni megtanulni, hát azon annyi minden vacak van. És kitért az a megtiszteltetés, hogy a szaxofon neki jutott? Hát kizárásos alapon. Ő aztán később úgy döntött, ahogy én is döntöttem volna, hogy egy ideig úgy próbálkozott mindegyikünk, mert ahogy kiderült, hogy ki milyen hangszeren játszik, mindenki ment tanárt keresni. Na, a szaxofonos volt az első, aki mondta, hogy te nem elég, hogy az a szaxofon van, ami 5000 forint, mert hát akkor az óriási pénz volt azért egy, mit tudom én, 59-ben vagy 60-ban. Ránézett itt, hogy kéne megtanulni szaxofonozni. Próbáljunk majd valamit, valaki mást keresni, mert ő ezt nem valószínű, hogy meg fogja csinálni. Hát én a gitárral elmentem a tanárt keresni, de hát az egyértelmű volt, hogy csak ilyen dobozgitárral tanított. Mondta, hogy az, amivel mi kísérletezünk, az nem hangszer, olyanon ő nem.
tud tanítani, és akkor ezzel így sámlített ide elém, így kellett fogni a gitárt. Már úgy nagyon gyanús volt nekem, hogy a képről a Shadows nem így néz ki. Tehát az, nem így fogják azt a gitárt. És akkor elkezdtem tanulni, már így kifordult a kezem, meg pötyögni. És akkor a harmadik vagy negyedik alkalommal, mikor ott voltam, és lelkesen próbál, biztos az alapok így néznek ki, de hát majd váltunk. És akkor, mikor mentem el, láttam az ajtóján ki van téve egy ilyen kis táblácska, rock and rollt nem tanítok. Mondom, akkor én biztos, hogy jó helyen vagyok. Nem szóltam egy szót se, de úgy tudtam, hogy na, ez volt az utolsó alkalom, amikor én idejöttem. Eleve nem így képzelem el a gitározást. És akkor megint a nagymamámnak írtam Németországba, hogy egy gitáriskola könyvet, hát ha az nyugat Németországban van, küldjön el, és ő el is küldte, és akkor otthon folytattam a tanulmányaimat. Ez volt az első negyed, vettünk egy nagy levegőt, kezdődik a második negyed. Proféta is voltatok, de nem beszéltetek profétaként, hanem zenéltetek. Milyen volt az első felépítések? Tudod, mikor a Laux, a Varsály, meg a többi csapat összeállt, nem volt nagy botrány belőle, mikor még nem voltatok Omega, se csak egy középiskolás banda? Nem, mert annyira az, amit csináltunk, az sehol nem volt hallható, tehát 59-ben vagy 60-ban. Annyit lehetett tudni, hogy valami rock and roll, meg Coca-Cola, mámor, meg ilyen van Amerikában, de hát az szörnyű. De a bécsi rádió talán volt egy olyan műsor, hogy Otto Fahrer Unterwegs. Ott a déli órákban az autósoknak volt egy ilyen laza műsor, ott néha lehetett hallani ilyen számokat. De a magyar rádió, hát az ilyet egyáltalán nem játszott. És Isten igazában nem igazán, ha nem lettek volna a lemezek, mi se. De úgy általában a többiek, tehát a mikorunk beliek nem is nagyon ismerték még ezt a műfajt, mert még nem volt akkor tulajdonképpen ultralövid sugárzás nem volt. A középhullámú adókat lehetett úgy, ahogy fogni, de hát ha már Belgrádot vagy Bécset lehetett fogni, az már nagy dolog volt. Amire emlékszem, hogy nagyon olyan nyugati orientált adásaik voltak a jugoszlávok, tehát a Novi Sadi Rádiónak a Futótűz című műsora, azt nagyon sokan hallgatták, és azt Budapesten is még úgy valahogy lehetett fogni, a bécsi rádiót, és akkor jött a rövid hullám, ami az amerikai katonai adó, a Szabad Európa őse, Amerika hangja, ott kezdték el, de hát az is inkább a 60-as évek első felébe indult be a Cseke László, Ekecs Géza műsorával. És akkor valamikor a 60-as évek közepén indult be a luxemburgi rádió, ami középhullámú volt, amit aránylag lehetett fogni Magyarországon. De az, amit mi ott produkáltunk, és életünk első koncertje az pont 60 évvel ezelőtt, 1960-ban, a Kafka Margit Lány Gimnáziumnak a szalagalapítóján volt, ahol teljesen oda voltak a produkciómoktól, mert ilyet nem is hallottak még. Tehát olyan volt, hogy hú, ez igen, ez. És akkor onnan úgy elkezdődött az, hogy ilyen fiatalok rendezvényein, tehát vállalati rendezvényen megpróbáltak minket megkeresni, hogy elvállalnánk-e, csak hát olyan túl nagy repertoárunk nem volt, tehát általában olyan, hát jó egy órás anyagunk volt, de azt egy ilyen lányiskolai bulin, azt kétszer is le tudtuk játszani, egy szünet, és még egyszer. Ők se ismerték a számokat, tehát most, hogy melyik Shadows számot játsszuk, az majdnem mindegy volt. A vállalati meg eljátszottatok részt, csak más sorrendben, nem? Hát, még az se kellett, mert tökéletesen ment ez így is. Viszont azt éreztük, hogy a tovább lépéshez már pedig ez egy távlatot azért jelent, azért mégis kéne egy zongorista, amelyik egy kicsit talán úgy összefogná az egészet, és akkor 1961 nyarán a Laux Józsi mondta, hogy ott sétált a Krisztina körúton, és ott
egy ilyen késő délutáni órákban ment el, és ott kinn a teraszon egy zongorista srác, körülbelül velünk egyidős zongorázott, és még énekelt is. Hát és mondom, miket énekelt? Hát azt mondja, ilyen nagy olasz slágereket, hogy Ciao Bambina, meg Comatica, Quattro Mila bácsi, meg Roberta, és akkor elmentünk megnézni, és tényleg egy ilyen vékony, szőke, hosszúhajú srácot zongorázott, énekelte ezeket, na és ott utána megvártuk, hogy... És akkor mondta, hogy ő a Petőfibe jár, na ez körülbelül olyan, mintha egy Fradi Druckernek azt mondott, hogy ő újpesti, hát Petőfi, mindegy, de tud zongorázni. És akkor mondtuk, hogy hát mi egy iskolai osztályzenekar vagyunk, azt mondja, ők is az iskolában elkezdtek egy zenekart alapítani, és ők is, de hát ők inkább ilyen tánczene típusú, tehát az olasz tánczenét, tehát nem magyart, hanem külföldit. És akkor egyszer meghallgattuk őket egy próbán, és azt éreztük, hogy ez nem a mi világunk, mert ott ugyan volt szaxofon, minden, zongora is. 5000 forintos. Mindegy, volt szaxofon, sőt, még trombitásuk is volt. És ők voltak a proféta zenekar. A dobos srácot hívták Bece nevén proféta, tehát nem a Laci, de a Laci ott zongorázott és énekel, és nekünk főleg ez az utóbbi két dolog, hogy zongora, ének, ez nagyon fontosnak tűnt. És akkor 61-ben mi már komoly repertoárunk volt, már legalább egy olyan két órát el tudtunk játszani, és akkor az amerikai nagykövetség keresett a nyári rezidenciába egy nyár záró, hát hogy mondjam, ilyen diplomáciai vendégekkel teli rendezvényt a nyár búcsúztatására, ahol viszont nekik az volt a cél, hogy valami olyan zenekart hozzanak, ami ilyen angol száz zenét játszik. Na hát ilyen nem volt, de hát úgy valaki mondta, hogy hát próbálják ki a minket. Nekünk igazán nem volt nevünk. És akkor mondta az amerikai követ, hogy jó, rendben van, de hát ők ezt meg akarják hallani, hol szoktunk játszani. Hát nem akartuk mondani, hogy hát ahova éppen meghívnak ilyen iskolákban, meg minden. Hát csak valahogy mondjuk, hogy mit játszunk, de ő nem volt ennyire meggyőzve. És mondta, hogy nem. Akkor az kell, hogy őket nagyon érdekli, de a Szabadságtéren van az amerikai követség, és az egy ilyen tipikus, hát mint egy bérház, hogy belépsz, akkor szembe van a magas földszínnek egy ilyen, hát hogy mondjam, korláta, ahova le lehet látni ott a kapuhoz, és azt kérték, hogy mi ott jöjjünk be az amerikai követségen a kapun, ott szereljünk be a kapu mögött, és akkor föntről néznek majd minket a követségi alkalmazottak, tagok, családtagok, minden. Hát ez kívülről nekünk úgy tűnt, hogy ez azért egy ezért, mert azért akkor bemenni az amerikai nagykövetségre 1960-ban, ahol egyébként a Mincenti is van, mint később kiderült, úgy nem volt egyértelmű, hogy egyáltalán mi hogy kerülünk oda be. De mi oda mentünk, hát a rendőr, aki ott előtte így föl alá sétált, nem állított meg minket, mert szólt a nagykövet, hogy ez így rendben van. Hát a rendőr srác nem tudta, hogy most ez, mert ahogy mi belépünk azon a kapun, elvileg már le is léptünk, tehát diszidáltunk. De ennek ellenére nekünk ez eszünkbe nem jutott. Nekünk az volt a fontos, hogy megmutassuk, hogy mi mit tudunk, és akkor bementünk a kapun, szembe ott a fél emeleten ott álltak így az amerikai követség alkalmazottjaim, na, csapjunk bele. És elkezdtük a Shadows-t, a izét, minden, hát nagyotak, tapsoltak, jó, köszönjük, rendben van, meg van véve, ti fogtok játszani. Na most, mikor mentünk hazafelé, mindenki ment haza, és otthon mesélem, hát édesapám nem volt nagyon boldog, azt mondja, te bejártál az amerikai követségen? Hát mondom, persze, bemutattam, meg kérték. Na, akkor tudod, mikor fognak fölvenni az egyetemre, meg
Szóval te már nyilván vagy, ti már nyilván vagy valahol tartva. Hát úgy nem nagyon gondoltuk, mert nagyon nem kérdezte tőlünk senki azt a rendőr. Nem ellenkezett, beengedett, látta, hogy hál' Istennek el is megyünk, tehát nem maradtunk ott, neki nem lehet ebből baja. Tehát kiderült, mi játszunk az amerikai követségen. De nem ott, hanem a nyári rezidenciában. Ott már nem volt ilyen nagy problémánk, mert az kiderült, hogy nem kell, mert ha ott nem léptünk le, akkor itt már valószínűleg nem fogunk. És akkor ott szépen lejátszottuk a koncertünket, a Benkő Laci viszont meghívtuk, hogy ő is meg akart minket nézni. És hát följött oda, és hát és lenyűgözte az a környezet, hát ilyen viszkik, üzék, minden, amit el lehet képzelni 1960. Hát, és hát nagyon tetszett neki, és rögtön mondta, hogy hú, hát gyerekek, hú, ez tényleg nagyon jó, amit csináltok. És akkor mondtuk, hogy ebből a két zenekarból kellene egy jót csinálni. Nekünk nincs zongoristánk, nincs szaxofonosunk, nektek nincs nagybőgő, mármint basszusgitárosotok. A gitáros is nem biztos, hogy... És akkor meg jó repertoárok is így. Így van. Tehát őnekik is jobban tetszett ez a gitáros dolog, amit mi csinálunk, mint ez a kicsit ilyen, hát olyan olaszos dolog. És akkor 1961-ben eldöntöttük, hogy a két zenekart össze olvasztjuk. És Lőn Omega. Hát az a névadás az még ezután is egy, majdnem egy évvel később történt, amikor az első önálló klubunk volt, ahova viszont már kérték azt, hogy hát akkor már nevezzük meg magunkat, mert nekik azért a megállító táblákra, meg a hirdetésekben el kell mondani, hogy ki játszik a klubban. És hát mi nekünk ez nem volt fontos, de hát ez már közismert, hogy végül is mi onnan tudtuk meg, hogy mi vagyunk az Omega, hogy mikor mentünk föl az első ilyen klubestre, ott a Benkő Lacival, a Krisztina körútról mentünk föl, és ott volt rögtön a vár följáratánál egy megállító tábla a lépcsőnél, hogy ma este az első klubest a várban, a Hessandás téri kollégiumban játszik az Omega együttes. Lacival úgy néztünk egymással, és miért nem mi? Hát úgy volt, hogy mi fogunk játszani. És akkor szépen fölmentünk, de láttuk, hogy a többiek már ott vannak, és akkor mondta, gyere, gyertek, hát már azt hittük, hogy nem jöttök, vagy elkéstek. Nem, mondtuk nekünk, csak ez úgy furcsa, hogy mi az, hogy Omega? Hát nem mondtatok semmit, nekünk valamit ki kellett írni, Műszaki Egyetem, kollégium, mi a fene jutott nekik eszeibe? Hát az Omega jelenet. Hát mondtuk, hát ennél azért jobban találtunk volna ki, de most már mindegy, akkor, ha nektek ez jó. De mi nagyon sokáig nem is használtuk. Meki, fiatal emberként és már zenészként és egyre népszerűsödő emberként, azért gondolom te is ábrándoztál, álmodoztál, hú, milyen jó lenne nagynak lenni. Gondoltál akkor először az országos hírre, amikor országos hírűek lettetek, gondoltál arra, hogy világhírűek is lehetnétek akár ábrándoztál énekről? Nem. Nem, megmondom őszintén, ábrándoztam, de sportba. Tehát a mi indítatásunk, tehát a zene mellett, mert az csak szerettem a zenét. De a sport az valóban olyan volt számomra, hogy valahogy egy akkori gyereknek csak az lehetett egy kiugrás, ha sport természetesen elsősorban futball, mert hát azért az aranycsapat volt a meghatározó, és én is, meg a többiek is ott körülöttem, mindenki valami sportba gondolkozott. Igen, nem csak komoly gátak voltak előtted. Hát előttem gátak voltak. Meg gátfutó volt. A Laksz Józsi a maga 167 cm-ével meg hokizott. Hát azért, hogy dobszereléssel együtt sincs akkora súlya, ami egy böcsületes, mondjuk székesfehérvári hokisnak ma, de ő is úgy volt vele, hogy Isten igazában, amikor elkezdtük ezt a zenélést, akkor ő kezdte azt érezni, hogy valószínűleg ez a sport háttérbe kerül. Nálam nem volt ilyen egyszerű, mert az edzőm megszállottan hitt abba, hogy 1964-ben én a Tokiói olimpián már 110 gáton ott leszek a
hát ha a döntőben nem is, de a olimpián. Én ebben nem voltam olyan biztos, mert tudtam, hogy mennyit kell azért melózni. És azért valahogy úgy éreztem, hogy annyi tehetség ebben nincs bennem, mert itt járt az amerikai atléta válogatott egy bemutató körúton, és hát ott megláttam ezeket a fekete párducokat. Hát és úgy gondoltam, hogy ezekkel kéne versenyezni, hát ezek erre születtek. Hát mit akar az én egyszer, menjen ő ki, ha akar, de én nem fogok ennyit melózni. És ezért találta az el, amikor a Lauksz Józsi mondta, hogy csináljunk zenekart, és ne ez az alapozó edzés, meg minden, hogy éreztem, úgyse lesz ebből semmi. Ennek ellenére azért nem hagytam abba, mert azért a zenét mi nem gondoltuk komolyan. Tehát tényleg úgy gondoltuk, hogy jön majd az érettségi, egyetemi felvétel, aztán szétszóródik a csapat, és ez úgyis abba marad. Azt már éreztem, hogy a sportot én, ha abba hagyom, nem emiatt hagyom abba, hanem mert nem hiszek abban, hogy azt el tudom érni, ami fontos lenne. Ráadásul serdülőkorban tényleg azt mondom, hogy a 80 gát az nagyon jól ment. Tehát tényleg úgy nézett ki, hogy hát volna remény, ha rendesen dolgoznék. Akkor jött az ifjúsági kor, ami hát 17 év után, 18-nál, amikor már 110 gát volt, és már megemelkedett a gátmadasság, és az nekem már valahogy ritmikailag is, meg valahogy nem jött össze. És akkor egy ilyen ifjúsági válogatott versenyen, azt hiszem lengyelek ellen, akkor átestem a szélső pályán a gáton, és neki annak a betonszegénynek térdel, hogy ott rögtön lett egy porcleválás, és ebben úgy éreztem, hogy na, és nem lehet úgy folytatni a gátfutást, hogy te félek a gáttól. Mert hát az nem ugrás, az futás. Tehát, és azért 1 méter 10 centi majdnem az a gát, és 110 méteren van 10 darab, és közte mindig 3 lépésed van. Hát én megnyugodtam, mert a Bai Balázs végül is beteljesítette azt, amit én nem tudtam, a csodálattal néztem, amikor a... Tehát a gát miatt lettél renegált sportoló, ugye? Hát egy nagyon... Szóval tényleg nagyon sokat kellett volna ahhoz dolgozni, hogy a gátfutásban. Viszont az emberben az benne volt, hogy ha már csinálja, akkor szép dolog, hogy országos eredmény, de valóban egy olimpia, vagy világbajnokság, vagy az a sportolónak az álma. És ez úgy bennünk maradt, hát gondolom a Lauxba is, meg a többiekbe is, mert mindegyik van egy sportot, hogy az igazi eredmény az a nemzetközi elismertség, tehát az ottani eredmények. És ez úgy háttérben mindig bennünk volt. De az, hogy amikor jött az érettségi, meg az egyetemi, én már abba hagytam volna a sportot, de a tornatanárunk, aki az akkori MAFC kosárlabda csapatának volt az edzője, mondta azt, hogy te figyelj, de te MAFC-os atléta vagy. Tudom, hogy az egyetemi felvételnél nem indulsz valami baromi sok pluszponttal, az ismert okok miatt, legalább addig, akkor hagyd abba az atlétikát, de a MAFC-ba járjál le a kosarasokhoz. Mert hidd el, hogyha jól is sikerül a felvételid, legalább 20 pont hátrányba indulsz sokakkal. És ott, ha véletlenül egy egyformát csinálsz, akkor az nagyon sokat fog számítani, hogy te a MAFC-ba, tehát a Egyetem Atlétikai és Futballklubnak a tagja vagy. És tök igaza volt, mert tényleg maximális pontszámot hoztam, csak hát az azokkal szemben, akik származásilag, stb. Jó kis tag, én ráadásul nem is voltam kis tag. Tehát nem volt ebbe politikai, hogy mondjam, nem voltál ellenálló, csak nem voltál tisztag. Nem, tisztak. Teljesen véletlenül az úgy adódott, hogy amikor talán első általánosban, vagy mikor volt a pajtásavatás. És akkor én éppen nem voltam ott, mert életemben akkor voltam először is utoljára a kórházba, kivették a mandulámat. És nem voltam ott a pajtásavatáson,
És amikor visszament, hát az két vagy három nap után már vissza lehetett menni, ott látom, hogy mindenki ilyen kék nyakkendőbe, ilyen piros, akármiben, néznek ezek itt, de jó. És kérdeztem a tanítónénit, hogy hát azt mondja, tegnap előtt volt a pajtásavatás, te nem voltál itt, hát te most nem vagy pajtás. És mondom, hogy lehetnék pajtás? Hát mondtam, a jövőre talán lesz megint pajtásavatás, akkor jövőre pajtás lehet. És addig olvasgatta a tyukodi pajtás történetét? Nem, az otthon úgy elmeséltem a szüleimnek, hát akik azért nem voltak annyira elkeseredve, főleg a nagyapám, és mondta is, hogy na, hagyd azt a fenébe, nem olyan fontos, majd esetleg később ráérsz, vagy... És akkor jött a következő év, de akkor már nekem is olyan volt, hogy ezek jártak ilyen mindenféle plusz foglalkozásokra, pajtás ilyen megmozdulásokra, kötelező felvonulások. Én meg ebből fel voltam, mert nekem se nyakkendőm, se én nem vagyok pajtás. Ugyanígy akkor nem lettem már úttörő sem. És ha ez már így folytatódott, akkor a KISZ-nek is valahogy nem kellettem. Presser, hogy került a csapatba? Már volt zongoristátok? Volt, de eljött az érettségi, mindegyikünk jól leérettségezett, és valamennyinket felvettek az egyetemre, tehát a csapat együtt maradt, ráadásul engem rögtön. Tehát úgyhogy érettségi is már rögtön utána kezdtem is az egyetemet. A többieket, mindegyiket előfelvételivel vették, mert az akkor jött divatba, hogy egy évet előtte. És akkor viszont ők így együtt maradtak, tehát a Laux, a Benkő Laci, Kovacsics öcsi, Varsányi, tehát ők mind egy év folyamban, és majdnem mindegyik villamos meg gépészmérnök volt. Én voltam az egyedül kakukktojás, mert én művészeti pályára mentem, építészmérnök. Úgyhogy hát az a megfagyott zene végül is. És ennek megfelelően... És a kőbe zárt fájdalom. Hát úgy van. De nem volt semmi gond, mert tulajdonképpen így mindenki egyetemista lett, és én már rögtön ott éreztem, hogy hát ez az egyetem mellett fogjuk tudni csinálni, pláne úgy, hogy én a sportot ott akkor már végleg letettem. És szépen a csapat együtt is maradt, de 5 évig nem is volt baj, tehát amíg az egyetem ment, csak én 66-ban már végeztem, a többiek 67-ben, és akkor a diplománál, mert mindenki le is diplomázott, kiderült az, hogy hát van, aki már inkább a diplomájával menne tovább. Tehát a Varsányi meg a Kovacsics öcsi jelezték, hogy hát ők lehet, hogy ezt nem. A Laux, a Benkő Laci meg én úgy döntöttünk, hogy egyelőre folytassuk. Ezt tudjuk folytatni, ahogy az egyetem mellett is, ha nehogy Isten. Az egyetlen probléma az volt, hogy nehogy valami vidéki tervezőirányba kerüljek én, vagy a többiek, mert akkor bizony szétszóródunk. Tehát, hogy együtt maradjunk. De hál' Istennek ez is úgy megoldódott, mert mindegyikünk rájött arra, hogy egyelőre nem hajtunk elhelyezkedni. Az a diploma, az jó lesz, de most nekem az nem volt vonzó, hogy most ilyen szociál házakat, amit nem is kell tervezni, hát azt összerakják, aztán kész. Tehát nem volt az akkori építészet annyira vonzó. A többieknél meg úgy volt, hogy hát egyelőre várjunk akkor mi is. Viszont a Varsányi meg a Kovacsics helyett kellett új basszusgitárost nézni, és akkor a Laux Józsi hozta a szemle a Mihály Tomit katonaruhába, néztem, hogy ez hogy néz ki? Ez hogy? Nekünk meg akkor már tudod, eddig ilyen hajunk volt. De hát majd megnő neki is, de mondom, hát ő katona. Azt mondja, nem, ő is egyetemi előfelvétel is, és most Kalocsán van, amit tudom, ilyen ezrednél, de az édesapja, Mihály András bácsi, az elintézi, hogy azért ott előbb le szereljék, mert ő is megy majd egyetemre. És akkor így is lett, és a Mihály Tomit úgy katonaruhától, ami nem tűnt olyan rock'n'rollosnak, de azért úgy gondoltuk, hát beleférhetnének.
De lenyűgözött minket az, hogy rögtön minden számot tudott, tehát látszott, hogy egy tanult zenészről van szó, hát konzira jár, ő középiskolában. És akkor egyszer egy próbára lehozta a ottani haverját, nem évfolyam társak voltak, mert egyen lejjebb járt, mint a Misi, tehát ő még járt a konzira, de a Misi mondta, hogy nagyon tehetséges gyerek, és most már kellene magyar számokat is sokkal többet csinálni, ne csak próbálkozunk, és neki vannak jó ötletei. És úgy néztem, hát egy ilyen szemüveges, jól lakott óvodás, nem sokat néztem ki belőle, de úgy leült a zongorához, ezt azonnal lefelejtettük, mert lenyűgözően jól játszott. A Laci is úgy vakargatta a fejét, hogy ez jó, de úgy gondolta, igen, de nem színpadképes, úgyhogy neki nem kell félni. De ő is lejárt. És akkor a Mihály Tomi rögtön bekerült, viszont ez a jól lakott óvodás, akit Presser Gábornak hívtam, a rákövetkező évben már szintén végzett a konzin, tehát ők 4-5 évvel fiatalabb korosztály voltak. És akkor már jelezte a Pici, hogy ő azért szívesen beszárna, hogy neki van már egy komoly hangszere. A Laci meg mindenféle egyéb kiegészítő, ilyen trombitát, furuját, mit tudom én, minek hívják ezt? Citera. Vagy ilyeneken kéne, hogy inkább játszom, meg esetleg néha zongorázzon. És akkor gyakorlatilag 1967-ben így alakult ki az első 6-7 év után a második Omega periódus, ami aztán 1971-ig, tehát majdnem 5 évig tartott, ami gyakorlatilag az együttesnek a profivá válását vitte. Most kérdezek, Presser be, aztán Presser ki, Lauxsal együtt, mikor ők ketten kiszálltak, nem féltetek, hogy felrobban az Omega? Hát én abszolút nem, mert én arra gondoltam, hogy tulajdonképpen nem volt ez ilyen egyértelmű. Isten igazából három nagyon jól elindult lemezen voltunk túl, tehát a Trombitásvérzi, 10.000 lépés, Északai országút, tehát három, egyre és egyre, hogy mondják ezt, progresszívebb, profibb dolog volt, és Isten igazából megvoltak már az első külföldi lépéseink is, hát az angol turnék, a tokiói fesztiválgyőzelem, a Európa szerte sok helyen, tehát a csapat nagyon össze volt rakva, és nem is gondolkoztunk azon, hogy ráadásul, hát az illésék ezt mindig kétlik, de én nem. Körülbelül 1968-ig ők sokkal jobbak voltak, tehát sokkal előbbre tartottak, a két szörényi tanult zenész volt tulajdonképpen, az ottani egyetemisták szépen kiszorultak ugyanúgy, tehát a Szörényiékkel az Illés egy nagyon erős együttes volt. Tehát mi azt úgy éreztük, hogy a magyar számok tekintetében mi nagyon le vagyunk maradva. A Metro az nem tűnt olyan távolinak, de azt is úgy éreztük, hogy hát mi csak a dobogó harmadik fokára tudunk esetleg fölkapaszkodni, ha a Skampolót, a Atlantis, meg a mit tudom én, miket utolérjük. Na most ez az első nagylemeznél még nem volt olyan egyértelmű, de a 10.000 lépésnél megváltozott minden. Tehát a 10.000 lépés és a Gyöngyhajú lány, meg egyáltalán az a ott, meg főleg az, hogy a 68-as angliai turnéjaink, hát ott derült az ki, hogy mindez, amit eddig itthon csináltunk, az úgy kell elfelejteni, ha mi nemzetközileg akarunk valamit, akkor az egészet egész más szintre kell tenni, és egész más szinten kell megpróbálni ezt a dolgot, mert különben nem sok esély van. Itthon meg gyakorlatilag ez szintén nagyon hasznos volt, mert akkor kezdett az Omega egy kicsit elválni a csak hazai ízléstől, és az Északai országút én már szerintem egy kicsit túl is ment a hazai ízlés világon, és tulajdonképpen ott botlott meg
az együttes töretlen addigi fölfelé menete, mert zeneileg nem voltunk teljesen egyetértettek. Voltak is ezt a brit vonalat szerette, tehát Led Zeppelin, Deep Purple, tehát az angolokat, hát többek közt én is. A Pici meg a Laux egy kicsit vonzódott az amerikai vonalhoz, amit én valahogy nem tudom, a brit invázió után, tehát a Beatles, Rolling Stones megjelenése óta, meg az angol turnék azt bizonyították, hogy aki nem a brit szigeteken születik, az egyáltalán minek próbálkozik rockzenét játszani. Többek közt az amerikaiak. Nekem már a Doors-t is meg kellett magyarázni, tehát hogy az miért jó. Tehát aki nem a Deep Purple, a Pink Floyd, a Rolling Stones, a Who, a Led Zeppelin vagy a Beatles, az egyáltalán mit keres ezen a pályán? Szóval, és ezen egy kicsit ketté szakadt az ízlésvilágba a belső dolog. A Pici nagyon olyan számokat kezdett javasolni, amit hát én nem annyira éreztem. És úgy néha meg is kérdezte, miért te ilyet a Chetrutától vagy a Pink Floydtól hallottál, mikor hozta ezeket. És akkor mondta, nem, de hát ő ezt nem is így képzelné el, hogy megcsináljuk, ahogy most itt próbáljuk, hanem. És akkor kiderült, hogy ez először a Presser azt akarta, hogy változtassunk a csapat összeállításon, és tulajdonképpen ő a Molnár Gyurit nem annyira szerette, és a Barta Tomit akarta behozni, és hogy a Benkő Laci meg gyakorlatilag őrös, teli, de fölösleges. Na most, ez így nem volt sohasem kimondva, és tudtam is, hogy ezt úgyse csináljuk meg, tehát ez a verzió nincs. De azt éreztem, hogy így viszont lehet, hogy egy törés fog bekövetkezni, mert ezt valahogy csak drasztikusan tudjuk megoldani. És akkor végül is az volt, hogy ketté vált a csapat. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy omegából lett kettő, mert ha belegondolsz, az egyikben maradtunk négyen, és hozzáhoztuk a Debreceni Ferit, a másikban másik négy omegás, a későbbi folyamán összesen, a Laux, a Presser, az Adam is, meg a Somló, tehát létrejött egy rokon csapat, viszont egyet tudtuk, hogy mi nem leszünk egymás konkurenciái, mert egész más stílusba gondolkozunk. A te lelked meg ehhez a te szívet, ez a Presser előtt, vagy a Presser után, jól meg a tartozik inkább? Én mindig azt a korszakot szerettem, és ma is így vagyok vele, amit éppen csinálunk. Tehát abba kell bízni, abba kell megpróbálni minél többet. Én megmondom őszintén, minden korszakunkra azt mondom, hogy anélkül, a korszak nélkül nem lett volna meg az, ami az egész pályafutás. Tehát az első amatőr korszak az iskolától egészen mondjuk 67-ig, én nekem az marad, a gyerekkori barátságok meg minden a legfontosabbak, tehát olyan szintű csapat együtt tesz soha nem lesz, mint ami egy ilyen tinédzserekből összerakott csapat. A második az azon már abszolút a profizmus érződött, tehát már két profi zenész volt a csapatban. Hát jó, én azért ezt néha eltudozottnak érzem, mert azért végülis egy konzi az egy zenei középiskola. Tehát attól azért az még nem garancia. De nagyon jól beleilleszkedtek a csapatba, és szerintem az a csapat pont arra volt hivatott, hogy a amatőr korszakból a profi korszakba átmenjen. Viszont az abszolút professzionista csapat a 70-es évek és a 80-as évek elején, tehát azt a 10 évben csinálta, és ez főleg azért tiszteletet parancsoló, mert azért olyan szintre jutott el ez a csapat, ahova nem is tudom, hogy kelet-európai együttes, ami itthon egy megtűrt műfaj volt, és hát ismertek azok a utazási lehetőségek, amik akkor voltak. Tehát, hogy ezzel a handicappel is gyakorlatilag föltornáztuk magunkat abszolút az európai, és hát ezzel általánosságban a világszínvonal
csúcs kategóriájának az aljára, de onnantól kezdve a tovább lépéshez az kellett volna, hogy kimaradjunk. Na igen, az lett volna a következő kérdésem, hogy a világhír küszöbére eljutottatok, de ez a küszöb átléphetetlenül magas volt. Egyrészt, másrészt pedig, mikor ott voltatok Angliában, ott volt a lehetőség. Nem csábítottak benneteket, hogy fiúk, ti itt még akárkik is lehettek, és nem kínáltak szerződést, vagy... Én tudom a választ, de azért lehet, hogy más nem tudja, de mondd már el. Hát szerződést rögtön kaptunk, mert a Rolling Stonesnak is a kiadója, az azonnal csinált velünk, előbb volt lemezünk kint, mint itthon, de nem ez volt a probléma. Az nem volt gond, hogy szép lassan azt úgy itthon az Interkoncert elfogadta, hogy nekünk szolgálati útlevelet ugyan nem tudnak adni, mint a szórakoztató zenei, tehát akik ilyen vendéglátóban dolgoztak, de én nem mondom azt, hogy aránylag, tehát ismerve az akkori viszonyokat, nagyon nagy akadályokat gördítettek volna. De az már egy akadály volt, hogy mi nem vagyunk folyamatosan ott, már pedig aki világsztár akar lenni nemzetközi, annak ott kell lenni. Tehát minden. Nekünk az időbe kellett, hiába jöttek nekünk avval, hogy jövő héten lenne egy, mit tudom én, egy amerikai turnésorozat, ha nekünk nincs amerikai vízumunk, újra kell kezdeni mindent, és ez csak akkor lett volna áthidalható, ha mi kint maradunk. És ez akkor vált világossá, amikor a 70-es évek első felében többször játszottunk, akkor még nálunk kevésbé ismert nyugat-európai, angol, német, amerikai együttesekkel, és például a Scorpions. Tehát ők még messze nem tartottak ott kinn, mint ahol mi már. De avval, hogy ők ott voltak Hannoverbe, és onnan indultak, mi nekünk meg haza kellett repülni Budapestre, vagy kapunk vízumot, meg munkavállalásit, meg kiutazási engedélyt, vagy nem. Tehát ott kezdett nagyon szétválni az, hogy valóban, ha mi most tényleg abszolút erre akarunk mindent feltenni, akkor csak az a módszer van, hogy ott marad. Levegőt vettem, negyedik tétel következik. Aztán jött az űrrock és a többi, tehát megtaláltátok a hangotokat, tényleg kialakult egy tipikus Omega Sound, de most erre ne válaszoljam, annyi időnk már nincs rá. Bocs, olvassák el az újságban. Itt az újság, majd ezzel megkinek adom oda. Na, építész lettél, de nem lettél építész. Soha nem gondoltál arra, hogy félig titokban, vagy félig nem titokban, hogy hát nem építhetsz népstadiont, nem építhetsz plázákat, holott te egy igazán nagy monumentális dolgokat szerettél volna, hiszen azért lettél építész. Igaz, hogy annyi díjat nem kaptál volna 9-et, mint zenész, de majd a díjaid is meséld el, miután elmondtad, hogy gondoltál arra, hogy milyen jó lett volna lenni építésznek. Hát nézd, valóban az egy elhivatottság volt, és a nagyapám, nagybátyám, mert ők voltak építészek, kapcsán nekem az olyan csodálatos volt már gyerekkoromban, amikor láttam, hogy megrajzolja a nagyapám a tervet, és egy-két hónap múlva már látom, hogy hogy épül az meg. Mert hát különösen mindig vonzottak, és Budapest azért hát nem kevés olyan építmény van, amelyik csodálatra méltó, tehát nem is akarunk sorolni, mert tényleg rengeteg van. Tehát ez nem volt alaptalan, hogy én az akartam lenni. Ráadásul pont a középület tervező tanszéken diplomáztam, ami sportlétesítményeket, színházakat, középületeket tervezhettem volna. És egy nagyon pici ebbe volt is, csak sajnos én a rendszerváltást nem tudtam megítélni. Tehát nekünk annyira belénk égett az, hogy hát itt ez a, építgetjük a szocializmus, kicsit lassan megy, meg nem is biztos, hogy a vége olyan egyértelműen előrelátható, de mi nem voltunk ilyen forradalmárok, vagy minden. Ez így van Magyarországon, már volt itt török is 150 évig, hát most a szovjetek, lehet, hogy azok még tovább itt lesznek, mit tudjuk mi. És valahogy az építészet nem akart elmozdulni akkor, amikor én még... Tehát nem nagyon voltak nagy lehetőségek. A rendszerváltás után még mindig nem, mert sokáig én azt hittem, hogy
volt az a vicc, hogy ért ott a karnevál, ez csak egy karnevál, majd holnap jönnek az eltársak, aztán rendet csinálnak. A 90 körül, 92 körül ébredeztünk, hogy hát itt valami tényleg megváltozott, már nem kell se ide vízum, se oda, se, még itthon nem nagyon éreztük, de akkor éreztem azt, hogy állati sok ilyen magánvállalkozás, cégek, kinti cégek, tehát lett volna lehetőség egy komoly annak idején egyszer-kétszer így régi építész haverjaimmal, akik végeztek, úgy beszélgettem, és mindegy mondta, hogy hát most azért egész más a helyzet. Ha pénz van egy dologra, bármit meg lehet valósítani terveket. De valahogy akkor inkább minket az foglalt le, hogy jöttek ezek a nagy kihívások, hogy stadionkoncertek. És rögtön a 90-es évek elején elindítottuk a Jó kis viharos népstadionnal ezt a sorozatot. És akkor gyakorlatilag minden körülbelül durván három évben csináltunk egy népstadiont. Hát míg le nem bontották, hát négyig jutottunk el, négy népstadionra. Hát nagyon szívesen, de én az újnál, mikor most elkészült, én a réginél 53. augusztus 20-án ott voltam a budapesti Honvéd Spartak Moszkva playback meccsen. Kinek drukkolta? De tök mindegy, volt, mindenki tudta, hogy mennyi lesz az eredmény. Mert a rendes eredmény az kb. 7-0 lett volna, de a puskáséknak úgy meg lett mondva, hogy a szovjet elvtársakat azért adjuk egy kicsit. És akkor 1-0, 1-1-2, 1-2-2, és akkor gondolom a puskás ugyan, na, és akkor mi legyen? Hát azért nyerjétek meg, mert azért nem kell döntetlen. És akkor természetes 3-2-s Honvéd sikerrel. De mindegy, a Népstadion avatásán ott voltam, és most természetesen most is ott voltam az új Népstadion, mert nekem az már csak Népstadion. Tulajdonképpen az építészek jó munkát végeztek, mert tényleg fölidézi a réginek a emlékét, tehát a stílusát, tehát építészetileg szépen meg van csinálva. Én nagyon sajnáltam, mert azért nagyon sok helyen jártunk, és ha meg lehetett menteni egy római olimpiai stadiont, egy berlini olimpiai stadiont, át lehetett építeni úgy a Wembley stadiont, hogy az a régi, én talán egy kicsit jobban végig gondoltam volna, hogy a Népstadiont hogy lehetett volna. Tehát ha a Colosseum 2000 éve már áll, akkor azért a Népstadion még nem volt 2000 éve. Már nem vagyunk építészek, de mi is gondolkoztunk ezen. Meki, ezen a bizonyos viharos koncerten én is ott voltam, képzeld, sztori, bal oldalt a feleségem, jobb oldalt az Omega Buzziák haverom, és zuhogott az eső, én megmondtam, a franc, te ne dumáljál két esernyő és vétéged. Igen, de a seggembe két esernyőről csorgott a víz hátul. Nagy élmény volt azzal együtt a koncert is. Voltak nehéz perceitek már a 90-es években, hiszen Benkő Laci súlyos beteg volt, aztán Mihály Tom is lepattant, de ezt is túléltétek. Hát nézd, én azt mondom, hogy az Omegát nem úgy kell kezelni, hogy az most, ahogy régen volt a házasság, hogy hol Tom Iglan, hol Tom Iglan, hát az ma sincs már úgy sajnos. Tehát egy csapat, és nálunk mindig a csapat volt a fontos. Tehát nem az, hogy kik alkotják, hanem nagyon sokszor ezt a futball párhuzamot hozom. Nem az a fontos, hogy most éppen ki, csak jó legyen a csapat. Tehát most a Ferencvárost is, a mait föl se tudom sorolni. A 32-es, a 50-es évek, a 70-es évek, mindegyiket, igen. De ma is, és ha tulajdonképpen most volt, nem kint egyébként egy remek zöld-fehér ragadón a héten, mert ilyen korán elindítani a bajnokságot, szóval jó hideg volt. De egy Ferencváros Pax meccsel elindult a dolog, hát most nem jó helyen mondom azt, hogy növeltük az erőnyünket. De meg kell, hogy mondjam, ugyanannyit járok le azért a videóton öreg fiúkhoz is, meg minden, tehát egyik szemem sír, másik nevet. De ez így a jó. És mind a kettőben az a fontos, hogy hát én most a Fradiba úgy körülnéztem, hát a Dibusz Dénesen, a Lovrencsicson és a Sigéren kívül, hát nincs több magyar, de nem az a fontos, ez a Fradi. Tehát az Omega is ilyen, hogy
az a fontos, hogy a csapat, és ez nyugaton is így van. A Barcelona, most már nem a Kocsis meg a Kubala, már csak nem is azért, most a Messiék, de az, hogy Barcelona, az akkor is az. És az Omega is egy kicsit ilyen. Az Omegában is az a fontos, hogy a mai napig is van ez a csapat, és csapatként működik. Hát az öregség az nem feltétlen tesz jót, mert hát az öregkor ilyen hiúságok, meg minden, meg hát főleg az egészségügyi dolgok, egészség az nem ugyanaz, mint 20-30 évvel, de ha a csapatot fenn akarjuk tartani, ugyanúgy kell erősíteni, mint egy futballcsapaton. És én úgy érzem, hogy ez sajnos nálunk nem annyira elfogadott, de ez főleg azért is van, hogyha belegondolsz, az Omega az egyedüli csapat, ami ebből a korszakban megmaradt. Hát a Szörényi már mikor kivált az Illésből, meg a Fonográfból, a Hobó, a Presser, a Fenyő Miki, de akárkit mondasz, hát mindenki, tehát nincs együtt maradt csapat. Néha egy-egy csapat úgy összeáll, és az azért nem ugyanaz, mint folyamatosan együtt van és működik. És én az Omegára azért vagyok büszke, mert ez a mai napig így van, és főleg azért vagyok majd kicsit megint optimista, mert a tavalyi egyik német koncertünken, meg pont az kapcsán eljött egy olyan produceri csapat, amelyik hát most azon a szinten fog megint nekiugrani az Omega menedzselésének, ami még talán még mindig ad egy esélyt annak, hogy az Omega arra az utolsó lépcsőre is föl tudjon menni ott a legfölül. És erre most készülünk is egy nagyon komoly anyaggal, aminek az a címe, hogy Testamentum. És én tényleg úgy érzem, hogy hát pályafutásunk alatt nem biztos, hogy ennél komplexebb és omegásabb anyag volt. Persze ma már nem abban a stílusban, hanem a mai stílusnak megfelelő, de mégis egy folyamatosságot tükrözve, és ha minden igaz, ettől az évtől kezdve ez a Testamentum program kerül elő. Nagyon sokan úgy kérdezték, Testamentum, mi ez, egy végrendelet? Hát mondom, azt is jelenthetné, de mi nem arra jelentésére gondolunk, mert annak azért az, hogy Testamentum nagyon sok dolog. Tehát valóban lehet egy rendelkezés, egy végrendelet, de egy visszatekintés, egy útmutatás, vagy bármi. És mi azt érezzük most nagyon fontosnak, és ez tűnt, hogy a kintieknek is ez egy nagyon nagy dolog, hogy a Rolling Stones-on kívül nincs folyamatosan egyfolytában működő csapat világszinten se. Tehát mi most nagyon szeretnénk ezt az elmúlt 60 évet valahogy úgy még egyszer visszatükrözni, ami az a mi szemszögünkből nézve volt, tehát elsősorban a zene és a művészetek oldaláról, de minket is nagyon érdekel, hogy ez a 60 év, egyáltalán hogy lehetett, hogy ez a rockzene, ez az egész 60 éves történet egy ilyen hatású dolog tudott lenni, mert most, ha az építészetre visszatérek, hát egy épület egy emberben tud nagyon mély nyomokat, meg hogy mondják ezt, érzelmeket kiváltani. De semmi nem tud olyan érzelmeket kiváltani, mint a zene. De tud, hiszen ígértem egy meglepetés vendéget, az pedig nem más, mint városunk élő rabdarúgó legendája, Tíber László, ugye, Laca? És azért is... Egyet is hívtam a Lacit, mert egyrészt a Kobor, Mekivel jó haverok. De ugyanakkor a Lacinak van egy nagyon fontos küldetése, hogyha úgy tetszik. A gyerekekkel utánpótlással foglalkozik, és egy különleges dolog, amit csinál. Laci, van 3 percet, hogy elmesél, mert tényleg már mindenki mit tűnkörül. Több nincs, de ezt nagyon szépen kérlek, hogy 3 percben mondd el nekünk, meg a Mekinek is, hogy mi az a különlegesség, amit te csinálsz, ami miatt kalapot kell emelni előtted. Bocsánat. Akkor beleszólítom 3 percbe, de van előzménye. Nekem 1974-ben született egy kislányom, akit úgy hívtak, hogy Nikolett, kolyamaszoma rendellenességgel,
ez végigkísérte az én életem egészen 1990-ig a haláláig. Akkor kerültem kapcsolatba ezekkel a sérült gyerekekkel, és 8-10 évvel ezelőtt megkerestek az ezredéves iskolában az akkori igazgató, és mondta, hogy elvállalnám-e bizonyos időszakonként, konkrétan heti egy alkalommal az ezredéves iskola sérült gyerekeinek a sportfoglalkozását. Természetesen azonnal igen mondtam, és ez a mai napig is tart, tehát nem nagy dolog végül is. Hát ez nagy szó, hogy küldetés, semmi. Ez itt belülről jön, csinálom, és a körülményekhez képest odaadással, lelkesedéssel, és ennyi, hogyha erre gondolt a Sanyi. De hogy ezért vagyok itt? Vagy megkérdezzük, hogy a Mekihez a kapcsolatunk? 20 másodperc! Talán nem sértődik meg a Meki több évtizedes a barátságunk, független attól, hogy ő feladítunk kell, úgyhogy nem vagyok beszélni. Mocskos világ! Mocskos világ! Tehát nem veszünk össze ezzel kapcsolatban sem, hogy megtisztelő, hogy talán nem mondasz ellent barátok vagyunk, és nagyon meglepő volt, amikor talán 8-10 évvel ezelőtt a Csisztus Zsuzsi a Digi TV-ben volt egy sorozata, hogy ismert művészek, színészek sportolókat hívjanak be élő adásban, és telefonálnak a Digitől, hogy a Meki azt mondta, hogy én megyek. Hát mondom, ha engem tart a legjobb sportoló barátjának, akkor lehetett volna szövetségi kapitány is abban az időben. Többször lettem volna válogatott futballista. Úgyhogy nagy élmény volt ez is. Letelt a 3 perc, Sanyi. Miért pont őt hívtad? Miért nem egy fronti játékost? Nézd, az akkori videóton az egy nagyon jó csapat volt. Tehát az a 80-as évek közepe, én úgy érzem, akkor a magyar labdarúgásnak szinte, szóval az arra szinte nem nagyon volt esélye akkor. De a másik az, hogy én mindig szerettem egyébként azt, hogy ha a magyar futball jó, akkor persze az ember Fradi Drucker, de most is tudod, király volt a Fradi meccsen, az a Mocskos Lila, Dunaj 2 Antival, aki Újpest. Tehát nem ez a fontos. Nekünk nagyon fontos az, hogy mindig legyen egy jó ellenfél. Tehát ha most Omegával nézem, nekem nagyon jó érzés volt az, hogy olyan komoly, hogy mondják, kihívó van, mint mondjuk a Lokomotív GT volt, de a Fradinak is nagyon nagy dolog, hogy legyen egy jó vidé, bár most már van 9 pont, most már nem se azt tudom, de annak idején is az, hogy Dózsa Fradi, az fontos, hogy meglegyenek a, mert konkurens nélkül, vagy akivel szembe te be akarod, nem, az egésznek nincs értelme. Összefoglaltam úgy, hogy Tíber Laci nem csak válogatott labdarúgó volt, de válogatott embernek is nevezhető, miként neki is válogatott embernek nevezhető. Itt van egy teljes oldal, ez rólad szól, én írtam, ezzel tied. És akkor úgy gondolom, mi mindig jó embert hívunk minden kedden, minden hónap utolsó kedjén. Legközelebb valószínűleg aki Tia Mér polgármesterünk lesz a vendégünk, ő is érdekes, neki ígérkezik majd. Meki, én ígértem neked, azt mondtad, hogy hát nem kész tiszteletdíjad, de meséltem neked a Csóbor Jenő rozéjáról, azt mondtad, na akkor az lesz a tiszteletdíjad, és a Csóbor Jenőnek a rozéja és a démonküvői borát készítettük össze, ez a borrászok találkoznak Csóbor, küldi Kóbornak, egy és az a démonküve, ezt a Linda főborásszal csinálta, egy fantasztikus vörösbor, egyébként a Csóbor Jenő megint egy sztori. Csóbor Jenő barátomnak a fia vette el, aki szőlész feleségről a Lindát, és akkor Jenővel találkoztam, mondtam neki, hogy szégyeld a pofád. Szóval miért? Azért, mert a fiat belekergetted egy kényszerházasságba, csak hogy legyen egy jó borászod. Na, hát akkor Meki ez a tiéd, és úgy gondolom, hogy Meki egy nagyon nagy tapsot megérdemel, mert fantasztikus a szemben.